Egy olyan joghurtos palacsinta következik most, ami szerintem egy igazi gyerekbarát alaprecept. Ennek a fapados egyszerű változata úgy néz ki, hogy egyszerűen megsütöm a palacsintákat, és mondjuk egy jófajta házi lekvárral tálalom. De hogyha egy picit különlegesebbé szeretnék tenni, akkor ajánlom hozzá azt a gyömbéres mézes körtekompótot és a vaníliás mézes joghurtot, amit én most ehhez tálalni fogok. Először a körtekompótot készítem el. Először is egy kevés vizet össze fogok forralni mézzel, tehát nem cukorral készítem a kompótot, hanem mézzel. Az ilyen kompótoknál, meg különböző gyümölcsöknél szerintem az egy nagyon jó kis praktika és trükk, hogy nem úgy főzzük, hogy rögtön a vízbe tesszük be a gyümölcsöket, hiszen azok még egy csomó vizet engednek ugye a főzés során, hanem először szoktam elkészíteni a szirupot, abba belefőzöm a fűszereket, citromlevet, gyömbért, vaníliát, amit éppen használunk, és amikor az már elkészült, akkor abba mennek bele a gyümölcsök, ugye azt szeretném, hogy szépen ugye átvegyék a fűszerek ízét, de hogy azért maradjanak egy picikét olyan ropogósak, feszesek, tehát ne főzzük teljesen szét. Tehát első körben a vizet a mézzel teljesen összeforraljuk. Ugye ebbe a szirupba mehetnek a különböző fűszerek, a körte nagyon-nagyon jól elbír mindenfélét, például a gyömbért, a vaníliát nagyon-nagyon szereti. A gyömbért nyugodtan lehet így egészben beletenni, ugye szépen átveszi majd az ízeket, és ezt természetesen majd tálalás előtt kivesszük belőle. Még egy fél citromleve. És ezt szépen összeforraljuk, úgyhogy a méz az teljesen olvadjon fel, sőt, utána néhány percig főzzük nyugodtan, hogy ez a szirup egy picikét úgy besűrűsödjön. Ha ez megtörtént, akkor megy majd csak bele a felkockázott körte. Ezt nyugodtan kisebb mennyiségben is el lehet készíteni, és bármilyen másik gyümölcsel, tehát akár almával, szerintem a körte nagyon jól illik ehhez. Ilyen kisebb, egyenletes méretű kockákra vágjuk fel. Ugye az, hogy egyforma kockákra vágjuk, az nem csak azért fontos, mert esztétikusabb, hanem azért is, hogy nagyjából egy idő alatt tudjon megpuhulni. Egy ilyen kompóthoz egyébként szerintem érdemes inkább olyan körtéket választani, ami érett, szép, nagyon jó minőségű, de azért még nem túl érett, tehát nem olyan puha, hanem inkább kemény. Ugyanis itt még ugye ezzel a mézes, gyömbéres sziruppal szépen puhul majd, és ugye azt szeretnénk, hogy még a kompót végén is ugye jó feszes állaga legyen. Amikor a szirup már egy picikét ugye elkezd sűrűsödni, látják, és szépen összeolvat minden, akkor jöhetnek bele a gyümölcsök. És nyilván ugye a körte típusától, érettségétől függ, hogy pontosan mennyi ideig főzzük, tehát a gyümölcs fajtájától függően ez mondjuk olyan 15-20 perc lehet. Miközben készül a körte kompót, már is átérhetünk rögtön a palacsintára, hát ami egy ilyen igazi villámgyors, szuper egyszerű alaprecept. Ennek a palacsintának az a különlegessége, hogy ennek a tésztájának az alapját nem más adja, mint a joghurt. Kell hozzá egy-egy evőkanál cukor és méz, aztán persze egy csipet só, ne feledkezzenek meg róla. Egy egész tojás, összesen 12 deka liszt, és egyébként itt használhatna nyugodtan például a teljes kiörlésű lisztet is. És végül, de nem utolsó sorban, körülbelül egy teás kanálnyi szódabikarbonát, illetve én még szoktam mindig egy pici reszelt citromhéjat is tenni magába a tésztába. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen 2 perces keverős palacsinta tészta. Ugye természetesen, hogyha reszelt citromhéjat használnak, akkor lehetőség szerint kezeletlen citromot használnak, amit lehet kapni a Lidlben, vagy nagyon-nagyon alaposan meg kell mosni. Ugye egyébként ilyenkor télen van a citrusok szezonja, úgyhogy bátran nézelődjenek a Lidl piacon. És akkor most jön a nagyon vicces trükk, amit szerintem a gyerekek is szintén imádnak, ugyanis a szódabikarbonára, ugye kb. Egy teáskanállal használunk, citromlevet fogok ráfacsarni. Látják, hogy ez rögtön így elkezd bugyogni és pezsegni, ugye gyakorlatilag a citromlében oldjuk fel magát a szódabikarbonát, és így kerül hozzá a masszához. És akkor ezzel az égvilágon semmi más dolgunk nincs, mint hogy az egészet elkeverjük. Ebből a mennyiségű tésztából egyébként körülbelül 22 darab, ilyen 8 centi átmérőjű kis palacsinta lesz. Amikor már egy éles késsel megbizonyosodtak róla, hogy a kört az nagyon szépen ugye megfőtt, de még olyan jó feszes, kicsit olyan áttetsző, szép színe lesz, akkor ezt nyugodtan le is lehet venni, ugye ez tényleg akkor finom, hogyha langyos. A gyömbért azt természetesen ugye kiszedjük belőle, ugye az az íze miatt kell bele. A többi pedig igazából rögtön mehet is egy, akár egy ilyen befőttes üvegbe, vagy csatos üvegbe. Ez kész is, és ez szépen várja itt a sorát. Na nézzük a palacsintát. Ugye megvagyunk magával a tésztával, a kikevert kéztésztával, és ennek igazából a sütése is végtelenül egyszerű. Annyi a titka, hogy elég alacsony hőmérsékleten érdemes sütni, ugyanis viszonylag hosszú időre van szüksége, tehát nem akarjuk, ugye, hogy rögtön megégjen, plusz azért ennek a joghurtos masszának szépen át kell sülnie. Tehát azért számítsanak rá egy olyan 2,5-3 percet oldalanként, és inkább azt ajánlom, hogy alacsony hőfokon tartsák ugye a tűz helyett. Pici olaj,
És ezt a masszát ugye evőkanállal érdemes szaggatni, körülbelül egy olyan pupos evőkanálnyit teszünk bele, ugye a szódabikarbonának köszönhetően azért szépen meg fog majd nőni, tehát körülbelül ilyen 7-8 cm átmérőjű kis palacsintákat kapunk. Tehát körülbelül egy pupos evőkanállal teszünk a serpenyőbe, és ez nagyon szépen magától elég kis szabályos körökre terül szét egyébként, tehát tényleg nem kell nagyon formázgatni. Ugye nyilván a serpenyő méretétől függ, hogy körülbelül mennyit tudnak egyszerre megsütni. Egyébként ugye kell neki az idő, tehát nyugodtan alacsony hőfokon, ugye 2-3 percig sül egyik oldala, utána fordítjuk meg, amikor már elkezd kicsit olyan lyukacsos, de száraz lenni a felső felülete. Ezt azzal tudják egy picikét felgyorsítani, hogyha azért a készelétbe helyeznek egy fedőt, és szépen lefedik, ugyanis akkor ugye a saját gőzében sokkal hamarabb át tud sülni, ezzel egy picit gyorsabb lesz a folyamat. Fogják látni, hogy akkor tudják szépen megfordítani, amikor tényleg a felülete már egy picikét ilyen szárazabb, fényesebb, ugye szépen látszanak ezek a pici kis lyukak, amik elkezdenek ilyenkor képződni, na akkor lehet például egy ilyen kis spatulával, vagy egy szélesebb késsel megfordítani. Na miközben ez itt szépen alacsony hőfokon készülget, még egyetlen egy dolgot fogok elkészíteni, hát ez nem is recept, de szerintem ehhez a joghurtos palacsintához szuperül illik, ez pedig egy kevés kikevert mézes joghurt. A Lidlben ráadásul tényleg csak jó minőségű magyar mézeket lehet kapni. A mézes joghurthoz még egy pici vaníliát fogok tenni, rendes, igazi vaníliát, ami azon túl, hogy az egyik legfinomabb, legkülönlegesebb és egyben legbódítóbb fűszer, azon kívül azt a funkciót is ellátja, hogy ad egyfajta ilyen édes érzetet mindennek, tehát sokkal kevesebb cukrot vagy adott esetben mézet kell használnunk, hogyha például vaníliával is kikeverjük a joghurtot. Ezzel egy gyors keverés, ráadásul én imádom, amikor ezek a pici kis fekete pöttyök megjelennek a vanílián. És amikor megvagyunk a palacsintákkal, akkor, mint minden ilyen olajban sütött dolgot, érdemes egy ilyen konyhai papírtörlőre szedni, miközben sütjük, hogy egy picikét le tudjuk itatni. Ez a palacsinta persze langyosan, vagyis frissen a legeslegfinomabb, és tálalhatják akár tényleg egyszerűen mondjuk egy jófajta lekvárral, vagy így egy picikét elegánsabban, akár mondjuk ezzel a körtekompóttal, a mézes vaníliás joghurt szerintem fantasztikus hozzá. És hát egyrészt, ahogy nagyon sokat ugye emlegetem, ez tényleg egy igazi gyerekbarát fogás, másrészt, hogyha véletlenül mondjuk esetleg a párjukat vagy férjüket szeretnék kényeztetni mondjuk egy ilyen komótosabb reggelen, akkor szerintem ezzel őket is le lehet venni a lábukról, úgyhogy remélem, hogy kipróbálják, jó étvágyat!